Kedves nézőink! Üdvözlöm Önöket a Szentesi Délkertésztől, ahol 2014. január 10-én egy közgyűlést tartanak. Üdvözlöm Ledó Ferenc elnök urat! Kérem, mondja el nézőinek, hogy miért is hívták össze a közgyűlésüket. Sok szeretettel köszöntöm a Kurca TV nézőinket. Hát eltelt 5 év, és a szövetkezeti formában 5 évenként tisztségviselő választás van. Nekünk hivatalosan a mai nap jár le a mandátumunk, tehát gyakorlatilag ezért hívtuk össze a közgyűlést, új tisztségviselők legyenek választva. Kérem, ismertesse a nézőinken is, hogy milyen napirendi pontok kerültek tárgyalásra. Hogy a legfontosabb napirendi pont a 5 éves beszámoló, mint az igazgatóság nevében jól magam fogok tartani a tagoknak. Utána gyakorlatilag megtörténik a felügyelőbizottságnak a beszámolója szintén az 5 éves munkáról, és utána jönnek a tisztségviselő választások. Tehát itt az igazgatóság tagjaira, a felügyelőbizottság tagjaira, könyvvizsgáló választás, és később pedig még, ami napirendi pontban szerepel, hogy a küldőgyűlésünk határozatát a végén meg fogjuk erősíteni. Mit akar a második napirendi pontjuk? A második napirendi pont gyakorlatilag az 5 éves munkáról számol be. Ennek van egy részletes számszaki része, ami 2009-től 2013-ig hasonlítja össze az éveket mindenféle szempontból, mennyiségi értékbe, taglétszámváltozásba, területváltozásokba. Ez körülbelül egy olyan 3/4 órás előadás lesz, amiről szól ez a második napirendi pont, és a végén szeretnék arról beszélni, hogy ez az 5 év, hogy általánosságban milyen eredményeket hozott. Tájékoztatná nézőinket az elmúlt 5 év gazdálkodásáról? Hát röviden nagyon nehéz az 5 évről tájékoztást adni, ugye azért a legfontosabbat kiemelni. Az elmúlt 5 évben stabilizálódott a tagi létszám. Folyamatosan nőtt a árbevételünk, talán ettől egy év volt kivétel a 2011-es uborkaválságos év, hisz akkor külső okok miatt a tésztek a forgalma mennyisége nagyot növekedett, de értékben az eladási gondok miatt csökkent. Emellett, ami nagyon pozitívum, hogy az élelemiszerbiztonság, a minőségi termelés a sokat javult. Egyrészt, hogy ezt ki lehet azzal fejezni, hogy 2008-ban a biológiai növényvédelemmel védett területek körülbelül olyan 65-70%-on voltak, most meg közelítjük a 90%-ot. Az árólag 90%-át. A másik, ami nagyon lényeges, hogy az 5 évben a piacainknál ezeket a biológiai növényvédelem meg élelmiszerbiztonsági intézkedéseket, amit a minőségbiztosításra is bevezettünk, sokat javult. El kell mondani, hogy amikor indultunk 2003-2005 között, az árakunknak egy 30-40%-át tudtuk biztonságosnak tekinteni, és ez a szám már 95% körül van, tehát ami egy nagyon jónak mondható. Ezen kívül azért hozzáteszem, hogy a kapott támogatásokat úgy érzem, hogy nagyon észszerűen tudtuk felhasználni, ami azt jelentette, hogy ebbe a ciklusba épült, csak a legfontosabbat emelnék, egy 140 millió forintért egy új kószerű csomagoló és göngyölektároló. Az az épület, amiben most vagyunk, ugye ezt az idén március elején adtuk át, ez szintén egy olyan közel 60 millió forintos beruházás volt, és ugye minden évben 40-50 millió forintot fordítottunk csomagológépek, osztályozó gépek vásárlására, és emellett a beruházás mellett a felújítások minden épületüket kívülbelül rendbe tettük. Ez természetesen ez a munka nem csak az 5 év alatt emellette történt, de gyakorlatilag 10 év alatt értünk a végére. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 évben rengeteg olyan elismerést kapott a szövetkezet, hogy jó magam, de én ezt mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy akár a szövetkezet, akár jó magam kaptam valami elismerést, az a kollektívának szól, és itten a tagokról, az alkalmazottokról van szó. Aki itt a délkertész mellett elmegy, főleg főszezonban áprilistól október végéig, az mindig látja, hogy este 10 órakor még munka van, tehát helyek közel folyamatos munkarendben dolgozunk. Magyarországon azt kell mondani, hogy csomagolás tekintetében a legnagyobbakkal tudtunk fejlődni. Volt olyan napunk, hogy egy nap 820 mázsa terméket csomagoltunk meg. Összességében azt mondom, hogy az a kollektíva, beleértve a vezetőséget, a tagokat, a
az alkalmazottakat, egy nagyon jó együttműködésbe olyan rendszert tudtak felépíteni, ami, hogyha most, ami már látszódik, hogy megindult a gazdasági növekedés, ebből bízom benne, hogy az elkövetkező 5 évben nagyon sokat fogunk tudni produkálni. Köszönjük szépen a beszélgetést! Én is köszönöm szépen! Janó Imre telepvezetőt kérdezem, hogy ez a közgyűlés milyen változásokat hoz az ön munkakörét illetően? Hát azt én nem tudom megmondani, hogy az új igazgatóság, hogy megalakul, kinek adja a bizalmat, ezt majd várjuk meg a gyűlés végeredményét, és nézzük meg, hogy az új igazgatóság akar-e valami átszerveléseket véghez vinni. Önöknél nagyon sokan dolgoznak egyszerű betanított munkásként. Hogyan van megelégedve a munkájukkal? Így van, ahogy tetszik mondani, valóban szezonban akár 200 plusz fővel is kiegészül a kollektívánk, aki lehet vagy betanított munkás, vagy diák, és azt gondolom, mindenki munkája rendkívül fontos és nagyon jó. Hiszen itt olyan, ugye ez a munkaforma, ez úgy hívjuk, hogy egyszerűsített foglalkoztatás, amikor nem állandó alkalmazottak, de itt van olyan személy, aki 10 év óta így jár hozzánk vissza, tehát minden bizonnyal 10 év alatt itt jól érzi magunkat, és nekünk az nagyon nagy segítség, aki már itt van nálunk 5 éve, 10 éve, 8 éve, az nagyon jó szakember, hiszen igaz, hogy ez betanított munka, de az áruismeret az hihetetlen fontos, tehát azt nagyon nehéz megtanítani, az, hogy melyik az a jó minőségi paprika, és mit hova kell keresni, tenni. Tehát én azt gondolom, amikor ez a csomagoló kollektíva képes arra, hogy egy nap akár 700 mázsát is átcsomagoljon lédik termékből, csomagolt termékbe, akkor én azt mondom, hogy meg kell köszönni a munkáját. Nagyon jó, nyilván ez a munka nem úgy megy, hogy surul és szülődülés mentesen, de mégis azt gondolom, hogy ez egy jó kollektíva, és jó velük dolgozni. Én speciál nagyon szeretek. Az elmúlt évben, mikor itt forgattunk önöknél, ön rekordbeszállításokról beszélt. Mit gondol, ez 2014-ben is megismétlődik? Hát ez megint csak egy prognózis lenne, mint időjárás, hogy vagy megtörténik, vagy nem. De én gondolom, hogy jó esély van rá, mert ezek, amit említettem legutóbb is, amikor beszélgettünk, azok egy nagyon rekordszámok voltak, hogyha a számból fejezném ki, jól emlékszem, 4700 mázsás áruforgalom történt csak fehér paprikában azon a héten. Ez minden évben előfordul, és mivel a termelőink termőfelülete mindig növekszik, általában, illetve nem csak a termőfelület, hanem a maga technológia is, ami a hozam növekedést eredményez, ezért a minden évben gyakorlatilag az előző csúcsidőszakot egy kicsit túlszárnyaljuk. Tehát ezek a csúcsok egy-két hetet mozoghatnak jobbra-balra, de mindig, minden évben van 2-3 olyan nagyon nehéz, idézőjelben nagyon nehéz hét, amikor nagyon nagy mennyiségű áru ömlik rá a szövetkezetre, és általában ez akkor szokott nehéz lenni, amikor a nagy mennyiségű áru beérkezése nem párosul egy nagy mennyiségű áru kereslettel. És akkor ez az időszak, ennek a levezetése, a hűtőházadó tárolása, ez egy nehéz időszak. Úgy gondolom, erre mindig készülni kell, de ezt nem lehet hétben abban meghatározni. Ez benne van minden évnek a gazdálkodásában. Ha bekövetkezik, akkor az a feladatunk, hogy a beérkező árut folyamatosan át tudjuk venni, hogy a tagoknak ne okozzon problémát, hogy a termelés az mehessen zökkenőmentesen. És a mi feladatunk az, hogy az árut helyezzük el, és tároljuk és keresjük hozzá folyamatosan a piacokat, hogy elbírjuk adni. Ezen lehetne segíteni, tehát nyilván ezeket az árucsúcsokat le tudnánk könnyebben is vezetni, hogyha az árujelentéseknél a prognózisok pontosabbak lennének. De mint tudjuk, aki ugye ebből a műfajjal foglalkozik, az időjárás nagy mértékben befolyásolja a termés mennyiséget. Amit héten úgy látunk, hogy esetleg kevés a hozam, hogyha mondjuk egy remek napos időnk van egész héten, akkor következő héten, hétfőn akár meg is duplázódhat, tehát ezt elkerülni nem lehet, erre föl kell készülni, és ha bekövetkezik, akkor kell vele dolgozni. Köszönjük szépen a beszélgetést! Én is köszönöm szépen! Muladi Imre urat üdvözlöm! Ön meg van elégedve a délkertész munkájával, és ha igen, mennyire? Azt mondhatom a Szentesi délkertészről, hogy maximálisan meg vagyok elégedve a tész által nyújtott szolgáltatásokkal. Valamikor régen nagybani piacra kellett járnom. Ez a tész biztosítja számomra azt, ezzel a szolgáltatási színvonalával, hogy többet tudok energiát és időt fordítani a kertészkedésre. Nem töltöm az időmet azzal, hogy utazgassak nagybani piacra, kereskedőkhöz, bárhova. Teljesen elfogadható áron vásárolja meg idáig tőlem az árut, ami az én esetemben fehér tévépaprika, tehát csak ezzel foglalkozom. Hideg fóliában, és az idei év is egy nagyon jó eredményt hozott a számomra. Ugyanezt a kérdést teszem fel egy másik kertésznek is, László Ignác úrnak. Hogyan vélekedik ön erről?
Én meg vagyok elégedve a dél-kertész munkájával, úgy a fölvásárlással, az értékesítéssel. Én elég sok árut behozok ide, mert előtte nagyban piacra jártam az árummal, ami nagyon fárasztó volt, és meguntam. És mikor megalakult a dél-kertész, nem léptem be közvetlenül az első évben, a második évben léptem be, mert vártam egy évet, hogy megnézzem, hogy hogyan működik a dél-kertész, és aztán úgy láttam, hogy jól működik, és akkor én is beléptem. Egyedül, amit mi mind a tagság nevén mondhatom, hogy mindenki szeretne egy kicsit magasabb felvásárlási árakat a felvásárló részéről, de sajnos a multik nyomása olyan nagy, hogy nehéz velük áralkut kötni. Ők vannak a fal felől, tehát ők diktálják az árakat, és mi nekünk nagyon nehéz velük szemben magasabb árakat elérni, és bármennyire szeretnénk, ez elég nehéz. Gyakorlatilag a külföldi paprikatermesztők nagy konkurenciát jelentenek nekünk, és ezért kell nekünk fejleszteni, hogy mi is próbáljunk olcsón termelni paprikát, amennyire csak lehet. De gyakorlatilag már annyira olcsón termelünk, ennél olcsóban nem lehet termelni. És ebből van a szinte teljesen megoldhatatlan problémánk, hogy nem tudunk olcsóbban teremelni, de külföldön megpróbálják behozni az olcsó paprikát támogatott áron. És ezzel szemben mi már nem nagyon tudunk versenyezni. Úgyhogy a dél-kertész munkájában meg vagyok elégedve, de ezzel a történettel nem vagyok megelégedve, hogy nekünk a multikkal szemben, a külföldi versenytársakkal szemben nagyon nehéz még így is versenyezni a dél-kertésszel karöltve. Na, anélkül meg nem is tudnánk versenyezni külön-külön. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen mi is a beszélgetést. Ugye egy hölgyet is megszólaltassunk a témával kapcsolatban. Megkérdezzük Sarusi D. Krisztát, zöldségtermesztési vállalkozót, hogy mit gondol erről. Csak azt tudom mondani, hogy mi maximálisan meg vagyunk elégedve a dél-kertésszel, hiszen azt mondhatom, hogy elég nagy mennyiségben termelünk zöldséget, és itt minden egyes kiló darabot el tudunk adni, illetve értékesíteni tudunk. Ide behozzuk az árut, és innentől kezdve a tész gondoskodik róla, hogy elkeljen az áru. És a másik, ami miatt nagyon meg vagyunk elégedve, az a fizetési határidő, ami mindig pontos, soha nem fordult még elő, hogy ne tartották volna azt a határidőt, amiben megegyeztünk, ellentétben más tészekkel, ami hallhatjuk az országban, hogy vagy késve, vagy egyáltalán nem fizetnek a termelőknek. Ezt tudom mondani, hogy maximálisan elégedettek vagyunk. Köszönjük szépen! Tóth úr, több kertésztől már megkérdeztük, így ön sem maradhat ki. Mintha ismerünk. Igen. Hogy ő... Igen. Hogyan van megelégedve a dél-kertész munkájával? Alapító tagja vagyok a dél-kertésznek. Az a baj, hogy öregszünk, de hát minden évben az árumat ide adtam le, kötődésem van. Kínai kellel foglalkozom, fejes káposztával foglalkozom. Jó lenne, ha kisebb periférikus növényekkel is sikeresebb piacra vezetés történne. Paprikában, paradicsomban biztos, hogy hatalmas, meghatározó jelentőségű a mi dél-kertészünk. Most én olyan stádiumban vagyok, hogy 65. évemben lassan vissza kell vonulni a kertészetből. Unoka és család nem viszi tovább a vállalkozást, tehát most egy ilyen egyfajta válaszút előtt állunk, hogy meddig leszünk. Persze a tagság az úgy van értelme, hogyha az ember termel is, de hát tudomásul kell venni a törvényszerűségeket, hogy megöregszik az ember, és ehhez a közösséghez természetesen jó tartozni. Sok-sok jó kertész kollégától sokat lehetett tanulni. Én mellesleg egy nagyon pici kis szegmenssel foglalkozok a kertészettel. 1-2 000 négyzetméternyi hajtatott hideg hajtatásos fólia termését hoztam ide a tészhöz. Összességében úgy gondolom, hogy a vezetésnek bizalmat szavazhatunk. Annál is inkább, mert Ledó Ferenc neve a zöldség szakmában jól cseng, de ez az is kellett, hogy a 500 körüli kertész kollega minőségi termelést valósítson meg a
TÉSZ szaktanácsadásának a figyelembevételével. Köszönjük szépen a válaszait! Én köszönöm! Üdvözlöm Farkas Sándor országgyűlési képviselőt! Farkas úr, a Szentesi Délkertész egy sikeres gazdálkodás folytató cég. Miért van az, hogy az állam mindig a sikertelen tészeket támogatta? Először is azt kell mondanom, hogy nem a sikerteleneket támogatta, hanem támogatta a tészeket a kormány és az állam hosszú évek óta. Az egy más történet, hogy bizonyos tészek miért maradtak le, miért mentek tönkre, és azok a tészek, az a durván 40 tész, a elismert tészek közül, akik jól gazdálkodnak, azok pedig miért maradtak meg. Én úgy látom, hogy azok, amelyek megmaradtak, azok a piacon akarnak maradni, a termelők érdekeit akarja képviselni, és olyan érdekeltségi viszony van, amely mind a két fél, illetve mind a három fél részére megfelelő, a harmadik fél pedig a fogyasztó. A tészek részéről a 2014-20-as években milyen fejlesztési lehetőségek várhatók? Amikor a tészekről beszélünk, akkor először a termelői kört kell megnézni, hogy mert önmagában a tészek fejlődni nem tudnak, olyan értelemben, hogy megfelelő áruallapra, megfelelő termelői háttérre van szükség, ez csak közösen lehet. Először is támogatnunk kell azokat a termelőket, olyan lehetőségeket kell teremteni, amely vonzóvá teszi a termelést, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a piacot is szerveznünk kell, és itt jönnek be a tészeknek a szerepe, hogy olyan érdekeltségi viszonyokat kell teremteni, amely mindenki számára elfogadható lehetőségeket biztosít. Gondolok itt a termelésre, és gondolok a tészeknek a szerepére. Ugyanakkor az is fontos, hogy a tészek az elkövetkezendő időszakban bővítsék a, mondhatnám így, a palettájukat, már csak azért is, mert a tészek önmagában, ha csak kiszerelik az árut, ha csak kicsomagolják, valószínű az még kevés lesz, éppen ezért abban kell majd gondolkodnunk, hogy minél piacképesebb, főleg a friss piacon, minél gyorsabban, minél biztonságosabban jusson el az az áru, ami a termelő részéről a tészeken keresztül a pultokra jut. Éppen ezért fontos az, hogy bizonyos mértékben a feldolgozó ipart is támogatnunk kell, és a feldolgozó iparral párhuzamosan a tészeknek a szerepe is meg fog nőni. Ezáltal egy olyan friss piaci áru fog képződni, ugye, amely mindannyiunk számára az egészséges élelmiszerellátás szempontjából fontos. De itt még meg kell említeni azt is, hogy a termőterületek, a termőfelületeknek a bővítése az elsődleges célunk, mivel úgy tűnik, hogy piacaink részben kinyíltak, piacaink vannak, de egységes árualapunk nagyon kevés. Éppen ezért fontos az, hogy a termelői oldalt erősítsük először meg. A termelői oldal kapja meg azokat a lehetőségeket, amelyek kedvet kapnak ismételten ahhoz a termeléshez, amelyre már volt példa Magyarországon. Durván 1 millió tonnával több zöldséggyümölcsben gondolkodunk 2020-ra. Mondhatnám azt is, hogy meg kellene duplázni, jó lenne, ha meg tudnánk duplázni a termőfelületeket, nem csak a borított és a fűtött felületeket, hanem a szabadföldi területeinkben is óriási lemaradások vannak. Ezáltal egy olyan árutömeget tudunk előállítani, egy olyan árutömeget tudnak majd ezek a tészek és feldolgozók kezelni, amelyben akár mondhatom azt is, hogy meghatározók lehetünk Közép-Európa térségében. De a piacok messzebbre nyúlnak, itt van az orosz piac, hatalmas felvevő piac, hatalmas árumennyiség helyezhető el, részben már, ugye tudjuk azt, hogy a lengyelek, szlovákok erre a piacra betörtek, nekünk ott komoly hagyományaink vannak, vissza kell szereznünk ezeket a piacokat, de ezt megfelelő mennyiségű áruval tudjuk csak. Éppen ezért fontos, hogy az alapokat teremtsük meg, és a tészek erre ráépülve megfelelő kereskedelmi politikával, marketinggel természetesen kiegészítve, és nem utolsó sorban a hazai piac a legfontosabb számomra, hogy a hazai Magyarországon élő emberek egészséges, biztonságos zöldséghez, gyümölcshöz juthassanak. Ez, ha megvalósul, akkor úgy gondolom, hogy nem dolgoztunk hiába, és nem véletlenül terveztük meg ezt a 7 éves ciklust, amelyben számítunk természetesen a magyar kormány, illetve az Európai Uniós támogatási rendszerre, és nem utolsó sorban arra a szabályozásra, amely könnyebbé, átláthatóbbá teszi a kereskedelmet és a feldolgozást, és még egyszer mondom, a biztonságos élelmiszer előállítást. Köszönjük szépen a beszélgetést! Kérem, aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, készfeltartással szavazzon. Ellenvélemény tartózkodás.
Köszönöm, és megállapítom, hogy a közgyűlés napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. Egyúttal tájékoztatom a tisztelt tagságot, hogy a jelenlévőket, tagságot és a jelenlévőket, hogy amíg a szavazatszámlálás történni fog, Farkas Sándor országgyűlési képviselő, a Kertészeti Bizottság elnöke előadást tart a Kertészeti Lehetőség 2014-2020 közötti időszakban címmel. Ezek után pedig felkérem Ledó Ferenc elnököt, hogy ismertesse az első napirendi pont anyagát. Az első napirendi pont tagváltozással kapcsolatos döntések meghozatala. Az igazgatóság 2013. december 30-án tartott igazgatóság ülésen tárgyalta a kizárások ügyét. A tagságból háromféleképpen lehet évvégén távozni. Egyik, akik beadják a kilépési kérvényüket, egészségi okok abbaadják a termelést, vagy úgy döntenek, hogy nem akarnak a szövetkezet tagjainak lenni. Őnekik a szövetkezet törvény és a TÉSZ alapszabály szerint június 30-áig ezt a nyilatkozatot meg kellett tenni. Tehát ők gyakorlatilag 28-an vannak. Sajnos két termelők az elmúlt évben elhalálozott, Juhász István és Kocsmáros László. Kérem, hogy itt egy pillanat rájuk meg, és egy perces néma felállásra áldozunk. Jelölőbizottságunk tavaly ősszel alakult meg, nagyon sok jelölt volt, és végül is ők közülük kellett választani. Többszöri egyeztetések és megbeszélések alapján végül is az alábbi jelölteket választottuk, vagy jelöltük a bizottság az alábbi jelölteket jelölni. Az elnökségi posztra Ledó Ferenc elnök urat jelöljük újra. Igazgatósági tagoknak Csikai Miklós urat jelöljük az Árpád Agrár RT részéről, illetve Kovács György urat jelöljük szintén az Árpád Agrár RT részéről. A TÉSZ tagságok közül pedig Bakó Dániel termelőt, Janó Imre termelőt, illetve Sarusik és László termelőt jelöltük az igazgatóságra. A felügyelőbizottság vezetőjének Hevesi Jánost jelöltük az Árpád részéről. A felügyelőbizottság tagjainak pedig Léner Istvánt, illetve Vas Sándort jelöltük. Molnár János termelőt kívánjátok felvenni a taglistán. Igen. Az elnökségbe, vagy a felügyelőbizottságban? Tehát a igazgatóságban. Jó. Ebben az esetben, amennyiben a közgyűlés egyszerű többséggel igen szavazattal szavaz, akkor a jelöltek felkerülnek a szavazólistára. Tehát most az a következő lépés, hogy felteszem a kérdést, hogy a közgyűlés elfogadja el Molnár János jelölését az igazgatóság jelöltek közé. Kérem szavazzanak! Tartózkodás, ellenvélemény. Jó, tehát megalapítom, hogy Molnár János kerül az igazgatósági jelöltek listájára. Az igazgatósági tagságra jelöltek esetében ez fokozottan így van, hiszen 7 jelölt van és 5 helyre lehet igazgatósági tagot választani. Az alapszabályuk nem tólik határozza meg, hanem határozottan 5 főben állapítja meg az igazgatósági tagok létszámát, vagy igazgatóság létszámát. A szavazás menete a következő. A szavazás titkos. A szavazólapra felkerült azon jelölt tekinthető megválasztottnak, akire leadott érvényes szavazatok több mint 50%-a igen szavazat. Ha több ilyen személy van, azok közül az az 5 legtöbb igen szavazatot kapott személy tekintendő az igazgatóság, és a 3 legtöbb igen szavazatot kapott személy a felügyelőbizottság esetében megválasztottnak, tehát akikről a legtöbb igen szavazatot kapták. Amennyiben szavazategyenlőség miatt nem lehet dönteni, akkor az érintettek vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni. Érvénytelen az adott személy vonatkozásában az a szavazat, ahol az igen és a nem is bejelölésre kerül, vagy egyik sem, vagy a megjelölés nem egyértelmű. Eredménytelen az adott személy vonatkozásában a szavazás, ha valamely jelölt esetében a leadott érvényes szavazatok több mint 50%-a nem szavazott. Az ilyen jelölt nem tekinthető megválasztottnak.
eredménytelen szavazás esetén azonnali jelöléssel az eredménytelen részben nyomban meg kell ismételni a szavazást. Mivel a szavazásnak ez a rendje nincs külön szabályozva, a szavazás itt előadott jegyzőkönyv által rögzített módját szavazásra kell bocsátani. Még mielőtt ez megtörténik, arra kérném önöket, hogy amikor leadják a szavazatukat, lesz egy rubrika kialakítva az igen és a nem szavazatokra, ott egy X-el vagy egy keresztel egyértelműen jelöljék már, ne aláhúzogassanak, meg mellé írjanak, mert akkor azt eredménytelenül fogjuk, nem tekintjük majd élni a szavazatnak. És akkor megkérném az elnök urat, hogy bocsáss a szavazásra a szavazás módját. Kérdezem a tisztelt közgyűlést, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van egy kérdés, észrevétel. Amennyire nincs, szavazásra kerül sor. Kérem, hogy aki az előzőekben ismerkedett a szavazási rendben egyetért, készfelnyújtással jelezze. Ellenvélemény az elhangzottakkal. Megállapítom, hogy a közgyűlési határozat alapján a szavazás eredménye a jegyzőkönyvben rögzített módon kerül megállapításra. Akkor van baj, ha egy név mellett két igen, vagy két nem, vagy semmi nincs. Ha 7 igen szavazattal szavaznak, akkor a többi tag eldönti, hogy az ő szavazatuk egyik kikapja a legtöbben. Úgyhogy akkor szeretnénk megkérni, hogy akkor adják a szavazataikat. Köszönjük! Sikerült összesíteni az eredményeket, és felkérném a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a szavazatszámlálás eredményét. Ledó Ferenc, összesen 157 szavazatot adtak le rá, 157 érvényes szavazatot, ebből 155 igen és 2 nem. Bakó Dániel, összesen 146-an szavaztak rá, 146 érvényes szavazás, ebből 133 igen és 13 nem szavazat. Dr. Csikai Miklós, 141 érvényes szavazatot adtak le rá, ebből 118 igen és 23 nem. Janó Imre, 144 érvényes szavazatot kapott, ebből 121 igen és 23 nem szavazat. Kovács György, összesen 132 érvényes szavazat, ebből 107 igen, 25 nem. Molnár János, összesen 121 érvényes szavazatot kapott, ebből 97 igen, 24 nem. Sarusi Kis László, összesen 136 érvényes szavazatot kapott, ebből 99 igen és 37 nem. És akkor a felügyelőbizottság tagjai. Hevesi János, 160 érvényes szavazat, ebből 157 igen, 3 nem. Léner István, 154 érvényes szavazat, ebből 149 igen, 5 nem. Vas Sándor, összesen 154 érvényes szavazat, 152 igen és 2 nem. Meg szeretném ezennel ragadni az alkalmat arra, hogy a megválasztott új tisztségviselőknek gratuláljuk szívből, nagyon sok erőt, jó egészséget kívánok az elkövetkezendő időszakra a munkájukhoz. Köszönjük szépen, és akkor ismertetem, hogy Ledó Ferenc, Dr. Csikai Miklós, Kovács György, Bakó Dániel és Janó Imre személyeket a szövetkezet 5 éves időtartamra a szövetkezet igazgatósági tagjának választotta. Közülük Ledó Ferencet elnöknek, Ledó Ferencet az igazgatóság elnökének. Hevesi János, Vasi Sándort, Léne István személyeket a szövetkezet közgyűlése 5 éves időtartamra a szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának választotta, közöllük Hevesi Jánost a felügyelőbizottság elnökének.
Kedves nézőink! Reméljük, hogy a Délkertészről készített műsorunk elnyerte tetszésüket. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra!